Sziasztok, Dani Boy vagyok, és üdvözlök mindenkit itt a következő kicsomagolós videómban. Ma az Eken H9R nevű akciókamerát fogjuk letesztelni, kicsomagolni és letesztelni. Ezt is ilyenről rendeltem, mert ott olcsó volt, több helyen is lehet kapni amúgy, és vannak ilyen nagyobb webshopok is, akik forgalmazzák, de eBay-ről szerintem nagyon megéri, és például Amazon, meg vannak más ilyen külföldről rendelgetős oldalak is. Ott is érdemes megnézni, de én itt találtam a legjobbnak, és ez nem szimplán egy kamera, ebben vannak kiegészítők hozzá. Rengeteg kiegészítő van, plusz aksi, fejpánt, mindenféle, meg ilyen mellkaspánt is, mindjárt kicsomagoljuk is, meglátjátok ti is. És lehet választani ilyen csomagok közül, ha megtalálom a linket, beteszem a leírásba, a videó leírásába, és ott majd látni fogjátok, hogy van több csomag, ha jól tudom 8, és ez volt a 7. csomag, ami azt jelenti, hogy ebben nincs memóriakártya. Nekem nem kellett memóriakártya, mert külön rendeltem egyet, egy 64 gigás Samsung memóriakártyát, ha jól tudom, és az is itt van amúgy mellettem, majd a következő videóban ki fogjuk csomagolni, és még plusz aksikat is rendeltem, olyan 2-3-at. Na, és akkor kezdjük el mondjuk itt felvágni. Csak óvatosan. És amúgy a hangot az előző videóban látható diktafonnal veszem föl, a jobb minőségű mikrofonommal, és most is hallhatjátok, hogy egészen jól szuperál. Jó, be van ez csomagolva, így körbe van tekerve ilyen vastag szalaggal, de lassan sikerül kibontani. Na igen, itt a táska. Itt a kis táska hozzá, ebben vannak a cuccok, meg a kiegészítők, meg minden. És kiveszem, itt a kamera doboza is, nagyon szép. Oké, ezt ledobom ide, ahogy szoktam. Itt van a kamera, mármint a doboza, és benne látható a kamera is. A szép kis lyukban. És akkor nézzük meg itt a dobozt, hogy mit ír. 4K Ultra HD, ugye azt is tudja, 4K-t is. Elvileg 25 FPS-ben, de majd meglátjuk a szoftverében, hogy tényleg valós 25 FPS-ben tudja-e. Ugye van a H9, az Eken H9, meg ez a H9R, és ez elvileg 25 FPS-ben tudja a 4K-t, a másik elvileg 15-ben, és egy kicsit itt összenyomták a dobozt. Postás, vagy nem tudom, gondolom, amikor hozták, akkor rádobáltak valamit. Minden remélem nem lett baja a tartozékoknak. És én azt mondom, bontsuk ki. Először bontsuk ki a kamerát, és utána a kiegészítőket. Oké, átvágtam. És igazából ennyit ki is tudjuk már nyitni. Valami kicsúsztatni belőle. Aha, igen, ebbe is vannak kiegészítők, azért bőven, ilyen sok van benne, wow. A doboz már üres, félre rakom ide a földre, hogy ne foglalja feleslegesen a helyet. Na nézzük, ez egy selfie bot, így van, egy jó kis selfie bot, ezt is adják hozzá. Ha a nagy csomagot választjátok, de amúgy külön is lehet rendelni csak a kamerát, hogy nem adnak mellé ilyen sok tartozékot. Húzzuk ki a selfie botot. Elér addig? Nem ér el a kameráig, de jó ez. Egészen korrekt az anyaghasználat, ahhoz képest, hogy egy olcsó kis kínai selfie bot. Jó nehéz összenyomni amúgy, meg kiúzni is. Ja, gondolom majd bejáratódik, de nem tudom. Van rajta egy ilyen kis menet, itt tudjuk majd rácsavarni a kamerát. Jó, ne szórakozzunk a selfie bottal többet, félreteszem. Először nézzük a tartozékokat, én azt mondom, és utána a kamerát. Ez egy távirányító, ilyen kis távirányító. Tudunk vele fényképezni, és tudunk vele kamerázni. Ez arra jó, ugye a kamera wifi-s, és ez arra jó, hogy mondjuk kiteszitek a kamerát, akartok egy családi képet készíteni mondjuk, kiteszitek a kis állványotokra, vagy valahova letámasztjátok, beálltok a képre, oda helyezkedtek, megnyomjátok a távirányítót, és már kész is van a kép. Nem kell még egy ember, aki fényképez, úgyhogy ez is nagyon hasznos dolog. Plusz selfie bot. Selfie boton, amikor rajta van, nem kell fölnyúlkálni érte és nyomkodni. Egyszerűen ezt megnyomjátok, és megy is a felvétel. Ilyet a H9 mellé, a sima H9 mellé nem adnak. Csak a H9R mellé. Ide pakolom őket félre szépen. És adapter. Ez lesz a töltője. Rendes kis töltő, most erről semmi más nem tudok elmondani, maximum az adatait. 240 volt, 0,4 amper.
50-60 Hz. Magyarul ez európai szabvány. Júj, valami leesett. Pillant is fölveszem. Oké, megvan. Aha, igen, egy kis aksi. Ilyen kicsi aksia van, wow. Tök jó. Ilyen kis aksia van. Ez esett most le. És 1050 mAh. Azt írja 3,7 volt. Ez megy majd bele a kamerába. Ilyenből még rendeltem sokat. 2-3-at, nem tudom. Amit majd következő videóban ki fogok csomagolni. Oké, ez nem túl érdekes, csak egy kis akkumulátor, ez megy majd bele a kamerába. Itt a töltő, ebbe megy bele az aksi. Így. És már tudjuk is tölteni, hogyha a kábellel összecsatlakoztatjuk a kis vezetékkel, amit gondolom adnak mellé. Nem teszem bele a töltőbe, mert felesleges, gondolom valamennyire fel van töltve, lemerítjük, aztán utána feltöltjük. Aztán következő. Ez valami odafogató, gondolom bicikli, meg motorra, vagy nem tudom, sűre lehet odafogatni vele a kamerát majd, ugye. Jó, most még nem veszem ki a kamerát, de ide fog rámenni. Ide. Nagyon sok cuccot adtak amúgy hozzá. Következő. Ez van. Ilyen forrásokat ide ledobálom, mert egyszerűen foglalják a helyet is, feleslegesen foglalják. Ez egy keret, úgy tűnik. Talán, nem vagyok benne biztos, nem akarok hülyeséget mondani, de úgy tűnik, mintha a tok nélküli kamerát tudnám betenni a keretbe, és itt van rajta a menet, ugye, és ezt rácsavarni mondjuk egy állványra tok nélkül. Gondolom, ez jó cucc amúgy, ez jó. Itt egy pánt. Érdekes. Bontsuk ki ezt is, az legyen kicsomagolva, ha már unboxing videó, nem igaz? Amúgy itt ezt a mikrofont, még egyszer térünk vissza, lehet, hogy kicsit sok lesz a mikrofonozásból, de megpróbáltam felfogatni úgy, hogy aránylag normális legyen. Hát talán sikerült, talán nem olyan feltűnés, nem áll ki annyira. Át kellett szerelnem hozzá egy másik ilyen rácsíptető cuccot. Ez egy pánt. Érdekes, gondolom valamihez kell majd. Ide félre rakom, így. Még egy ilyen odafogató, aha. Így van. Ezt nem tudom mire jó ez se. Majd biztos kiderül, amikor kicsomagoljuk az összeset. Aztán közben pörögjünk, mert nagyon belassultam, úgy vettem észre. Lázzuk ki a csomagból, jó. És igen, itt a kábel. Ez egy micro USB, kérem szépen. Nem mini USB, hanem micro USB. Magyarul ugyanaz, mint a telefonunk töltőkábele. Ide tudjuk bedugni, így. És már is a töltőnk, itt az adapter, azt már tölthetjük is a kis akkumulátorainkat. Következő ismét egy ilyen odafogató cucc. Ezt kirakom ide most. Ebből csomót adnak, de amúgy mindegyik máshogy néz ki itt az alja. Műanyagból van? Úgy tűnik, hogy műanyag, de nagyon kemény műanyag, össze se tudom nyomni. Itt a végét. És még egy odafogató, gondolom, ez ilyen oda cuppantós dologhoz lesz, bár nem biztos, majd meglátjuk. Hú, mindjárt betelik az asztal itt előttem, mint a Windows-ban, mi? Na. Csipesz, OP csipesz, nem tudom, gondolom majd össze kell szerelni valamivel. Na mindegy, most nem szerelgetek, most kicsomagolás videó meg teszt. Ismét pántok, ezeket nem fogom kivenni, úgy tűnik hasonló pántok, mint ez. Gondolom össze kell őket fűzni, és úgy lesz belőle egy fejpánt, vagy egy mellkaspánt, majd meglátjuk. Még egy oda csíptető, mármint nem csíptető, hanem ezzel tudjuk így átcsavarozni itt a kamerát majd, a kamera alján a tokot. És ez is máshogy néz ki. Ja, ez is máshogy néz ki, mint a többi. Wow, ennyi félét adnak hozzá. Tépőzár, tépőzárat nem bontom ki, felesleges, csak koszolódik, hogyha lejtem vagy valami, szóval ezt ide rakom. Ez gondolom, igen, le is van fóliázva, majd a tokra, a vízálló, ugye vízálló tok van rajta, be tudjátok vinni a vízbe, és elég jól bírja. Plusz még a mikrofon is egész korrekt, még úgy is, hogy benne van a tokban, úgy vettem észre, néztem ilyen tesztvideókat, persze nem úgy rendelek, hogy most jó, ez kell nekem, és megrendelem, nézek egy csomó tesztet ilyenkor róla. És árérték arányban nagyon jónak tűnt, 1080p 60 fps-t is tud, de ezt majd később részletezem. Igen, ez egy ilyen, gondolom, ha összetörjük a tokot, akkor a hátulját
tudjuk pótolni ezzel. Jó ez. Vagy ha összekarcolódik, vagy valami. És amúgy szerintem, ja igen, néztem, IBM lehet hozzá külön tokot rendelni, ha valaki volt olyan béna és széttörte az egészet, úgy ahogy van a tokot, akkor tud rendelni egy újat, egy teljesen újat, és nem is olyan húzós az ára. Megint kettő ilyen, ez ilyen öntapadó, aha, hát ez nagyon jó lesz nekem a szekrényre, akkor majd tudjátok, hogyha oda felszerelem a szekrényre, akkor még egy kameraszögből majd tudjátok nézni a videóimat. Oké? De gondolom ez lesz a fő kamerám amúgy majd a telefonom, most a telefonom veszi így szemből, ahogy most láttok, és ahelyett lesz ez, mert gondolom jó nagy a látószöge, vagyis hát úgy láttam, hogy elég nagy a látószöge, szóval alkalmasabb lesz rá, mint a telefonom, a telefonomat meg ide fogom szerelni, ha minden igaz. Ennek a fényképezőnek a helyére. Következő csomag. Jaj. Megint ilyen kis profilok. Jó. Tisztító, mikroszálas kendő. És gyorskötözők. Gyorskötöző, minek ez? Meg van benne egy ilyen kis fémszál is. Érdekes. Na jó, és itt a leírás a legalján, Action Cam, 170 fokos látószög, azt írja HDMI, 4K, Ultra HD, vízálló, 30 méterig vízálló, így van, és hosszú életű akkumulátor, ezt írja, és itt minden tartozékot leír, ha jól látom, így van, ami benne volt a csomagban, de akkor ebben semmi nem is lesz olyan nehéz, nem tudom. 2,4G remote, ja ez a távirányító, tényleg, ez a kis távirányító, ide félre rakom, és vegyük ki a kamerát. Oké, megvan a kamera, ezt ide félreteszem, mert mint mondtam foglalja a helyet. Hú, az egész szép súlya van így a tokban, és elvileg így lehet kinyitni a tokot, hogyha ezt felpattintjuk, elég rendesen fogja amúgy, ja és akkor így. És itt a szigetelés rajta, hogy ne menjen be a víz, hogyha bevisszük a víz alá. Ó, és itt a kamera milyen kis cuki, olyan, mint egy GoPro. Tök olyan. Van egy ilyen lencsevédő, azt majd leveszem róla, természetesen. Aztán ide tudjuk gondolom betenni az aksit, vagy nem? Nem tudom, ezt fel lehet nyitni elvileg. Na mindegy. Jó, ide félreteszem a kamerát, így. Amúgy rá van írva, 4K, Ultra HD. Wi-Fi, ennyi van ráírva, és itt egy gomb. Itt egy gomb, meg itt egy gomb a tetején. Meg itt gondolom egy LED, nem tudom. Jó, és akkor bontsuk ki a táskát. Na igen, itt a táska, huhú. Van még valami cucc mellé. Ez volt benne olyan nehéz, aha. Hú, milyen szaga van. Ilyen új szaga van, de mégis ilyen kína is. Mármint úgy, hogy ilyen durva műanyag szag. Mint amikor bemegy a ember a kínai boltba, kb. Olyan. És ez lehet egy melpánt? Úgy tűnik ez egy melpánt, melkas pánt. Bárki tudja. Hát fejpánt nem lehet, az nem így néz ki, ja. És ennek volt olyan súlya, az ilyen kemény műanyagból van, plusz még a gumi szíjnak is van rendes tömege. Jó, hát szerintem ez semmi különös, ezt is ugye kirakom. Hoppá, kijött az egész. És ide amúgy be tudjuk majd helyezgetni, ilyet is adnak mellé, hogyha nagy csomagot választjátok, ami nagyon jó cucc, minden tartozékot ide be tudtok helyezgetni. Úgyhogy ez elég jó. Majd itt ki kell venni ezeket a cuccokat. Most azt nem csinálom meg, majd videó után. Bontsuk ki ezt is. És itt a fejpánt. Wow, de jó. Ezt gondolom még be kell állítgatni, hát rá sem jön a fejemre, így nyilván be kell állítani. Beállítás után gondolom jó lesz. Itt tudjuk állítani a méretét, és gumis, ami nagyon jó. Csak az a kérdés, hogy be tudom állítani most. Nem kéne ezzel húzni az időt, de nem baj. Hát, így elég rosszul állítottam, mert nem baj. És több pántja van. Aha.
Így már rámegy vajon a fejemre, vagy még így se? Hát így már rámegy. Középen legyen, ez az a lényeg. Ja, így faszán rámegy, szerintem így fogom használni. Hú, egy kicsit szoros, majd még kijebb kell állítani. De amúgy így rámegy a fejemre, az a lényeg. Itt lesz a kamera. Na, jó lesz amúgy ez. Jó cucc. Ja, kész. Ennyi rajta van a fejemen. Már még lejjebb lehet húzni egy kicsit így. Sportolás közben, motorozás közben, meg ilyen, nem tudom, extrém sportok közben is lehet használni, ezt nagyon jó, ez a fejpánt. És ezt már mutattam. Kis doboz, ide is beférnek cuccok, úgyhogy elég jól meg van csinálva. Jó sok cucc amúgy, jó sokat adnak hozzá. Főleg, hogyha ilyen kitben rendelik, ilyen csomagban, hogy plusz cuccok. Például ez, nem tudom, ez alapból szerintem nem járt volna hozzá. Ja, ez nem, szinte semmi nem járt volna hozzá, max egy töltő, vagy még az sem. Hogyha csak simán megveszem, ja, selfie bot, na. És néz ki ugye a kamera. Na, akkor nézzük a tesztet, gyerünk. Megyek egy kört vele majd a szobámban, vagy nem tudom. Na, a végére még egy kis kiegészítés. Összességében elmondhatom, hogy egy nagyon jó vétel volt ez a kamera. 25 000 forint alatt lehet amúgy megkapni, de bent lesz a leírásban a linkje. És most meg szeretném mutatni így közelről is, mert így még nem láttátok. Ugye így néz ki. Itt a nagy gomb, ez a bekapcsoló gomb, a legnagyobb gomb, ami található rajta. Ez hosszan nyomva kapcsol be a kamera, és így is lehet kikapcsolni. Aztán ez a felvétel gomb. És itt található rajta egy állapotjelző LED. Ez villog, hogyha megy a felvétel, és világít, ha be van kapcsolva a kamera. Aztán az oldalán le-fel gomb, ezekkel különböző funkciókat állíthatunk be, és a menüben lépkedhetünk. És itt található rajta a microSD foglalat, egy micro USB bemenet, és egy micro HDMI. Ez is egy bemenet, és a TV-hez is hozzá tudjuk akár csatlakoztatni a készüléket, szóval ez is egy pluszpont. Na és akkor kapcsoljuk be, és megnézzük a menüt. Oké, villogott a LED, világít is, be van kapcsolva a kamera, látszik is, hogy működik szépen. Aztán a menübe úgy tudunk belépni, hogy megnyomjuk ezt a felső gombot, és itt igazából a felvett videókat tudjuk megnézni, és a felvétel gombbal tudjuk kiválasztani a menüpontot. Aztán a menüből ezzel a gombbal tudunk kilépni, a kikapcsoló gombbal, meg a bekapcsoló gombbal, és ugye ez vissza gombként is funkcionál. Itt találjuk a beállításokat, ismét megnyomjuk a felvétel gombot, és szemünk elé tárul az összes beállítás. Az első menüpont, Video Resolution, ez a felbontás. Ugye megnyomjuk ismét a felvétel gombot, és itt látható 1080p 60 fps, ez az alapbeállítás. És alatta van 1080p 30 fps, alatta 4K 25 fps. Még annyit hozzáfűznék, hogy a 4K 25 fps-ből is lesz egy videó, úgyhogy aki azt szeretné látni, az iratkozzon fel a csatornára, még nincs feliratkozva, és majd látni fogja a feltöltéseim között. Ez egy kis teszt videó lesz, hogy hogy tudja a 4K-t, hogy valóban tudja ezt a 4K 25 fps-t. Próbálgattam már igazából, nem néztem vissza a gépen, viszont a készüléken visszanéztem, és úgy tűnik, hogy egészen korrektül tudja. Alatta 2,7K látható 30 fps-ben. Ez az a beállítás, amit szinte egyáltalán nem fogok használni, mert ott a 4K 25 fps az már az még sokkal jobb felbontás, és majdnem 30 fps, ez az 5 fps, annyit nem fog számítani. De leginkább az 1080p 60-at fogom használni, azt tűnik a legjobbnak. És akkor lépjünk vissza. Rengeteg beállítás található itt, láthatjátok, és nem fogom most ezt végig bemutatni, csak úgy a fontosabbakat. Található rajta ugye fényképező mód is, és tudunk sorozatfelvételeket készíteni. Viszont itt be tudjuk állítani a nyelvet. Hát ezek vannak, igen, de nyilván angolt fogom használni, mert azt értem a legjobban ezek közül. Amúgy nagyon sok nyelv található rajta, de sajnos magyar nincs. Aztán be tudjuk állítani az időt. Itt is ki tudjuk választani a formátumot, most úgy van beállítva, hogy év, hónap, nap. Ugye Magyarországon így számoljuk, és szerintem ez így teljesen korrekt.
És van egy olyan beállítás is, hogy ráteszi a dátumot, az aznapi dátumot óra perccel a videóra meg a fényképre. Hát ezt én nem fogom használni, az annak jó, aki csinál ilyen kis családi felvételeket, ilyesmit, összejövetelekről, és akkor látni fogja mindenki, hogy mikor készült pontosan az adott felvétel. És még visszamegyek teljesen. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy teljesen fölmegyünk, aztán még egyet felfelé gombot nyomunk, ugye ez a felfelé gomb, és itt látszik is, hogy az X-re ráállt a kis jelölő, megnyomjuk a fényképezés videófelvétel gombot, és itt is vagyunk az elején. Aztán tudjuk még úgy is váltogatni a módokat, hogyha a nagy gombot nyomkodjuk, ugye ezt a bekapcsoló gombot, itt a fényképezőgép mód, itt a sorozatfelvétel mód. Ez egy ilyen időzítős fényképező, de nem próbáltam még, az igazság, majd erre is rápróbálok idővel, de most egyelőre ezt kihagytam. Amúgy itt írja, hogy 12 megapixel tud, ez a maximum, és wide beállítás van beállítva, a széles. Aztán beállításmód a következő. És ezeket már bemutattam. Úgy tudjuk kiválasztani, hogy megnyomjuk a felvétel gombot, és akkor már bent is vagyunk a menüben. Úgy döntöttem, hogy végül kültéren tesztelem a kamerát. 1080p 60 fps-ben megy a felvétel, és itt vagyok kint a kertben. Mindjárt akkor menjünk egyet, nézzünk körül, milyen a 60 fps. Meg is fordítom, és úgy is, hogy lássátok. Amúgy visszanéztem a felvételeket, most ez a videó két napra rá készül, mint azok a benti felvételek, amit láthattatok ebben a videóban, és egész jónak tűnik, viszont van egy kis hátránya, az a halszem effektus, hogy ugye meghosszabbítja a képet, szétnyújtja a képet a szélén, azt majd szerintem látjátok, és most a mikrofon, az ugye a saját mikrofonja az akciókamerának, aztán menjünk föl. És amúgy hatalmas látószöge van a kamerának, ez nagyon nagy előny, 170 fokos. Közben kicsit jobban megnéztem a leírásokat, meg a neten is utána néztem pontos adatoknak. És már tesztelgettem azért elég sokat a kamerát, és tényleg kibírja azt a 80 percet egy töltéssel, amit írnak. Viszont van 4 aksim, és ugye így 4x80 perc. Csak meg kell állítani a videófelvételt, annyi az egész, és még mutatok nektek valamit. Bemegyünk ide a kis faházba. Hát itt lesz egy kis visszhang, nem számít. Itt úgy aránylag jó sötét van, és megmutatom telefonon, van egy ilyen alkalmazás, hogy nem tudom, hát annyira nem fókuszál, de EZ iCam, EZ iCam úgy van leírva, ezt letöltitek, akkor lehet olyat csinálni. Ugye wifi-s a kamera, mindjárt betölt az alkalmazás, és meg kell nyomni egy lenti gombot, a lefelé gombot a kamerán, és megnyomját. Bejön egy olyan, hogy waiting to connect. Aztán, hogyha rákattintatok erre, hogy csatlak, először hozzá kell adni az eszközt, de utána rákattintatok, akkor a telefonon látjátok a kamera képét, hogy ez elég jó, ez is egy nagy előny. Na és szerintem ennyi lett volna ez a teszt, nem tudom milyen, még visszanézem, még én is láttam, így kint nem teszteltem, fényviszonyokat így jobban le tudjuk tesztelni, azért döntöttem úgy, hogy kint veszem föl inkább a videót, és akkor nézzétek meg a tájat. Na, szerintem ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett nyomjatok egy lájkot, támogatni szeretnétek a munkásságomat, kattintsatok a videó mellett megjelenő reklámra. Én Dani Boly voltam, találkozunk legközelebb, addig is, sziasztok!